Meccse! Woo! Kettő sikerült. Próbáld meg még egyszer. Nem vagyok Nem? hajlandó. Ez annyira gagyi volt, hogy szégyellem magam. Minden esetre nagyon szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt itt az Európai LCS pénteki játéknapjának utolsó mérkőzésén, vagyis a hét meccsén. Én Edi vagyok, kommentáltatásom pedig nem más, mint Arvél, szervusz! Szervusz, Edi, üdvözlök továbbra is minden kedves nézőt. Nem lennék meglepve, hogyha nagyon sokan maradtak volna a Misfits Vitality mérkőzésre, ugyanis kifejezetten a tabella szempontjából, ugye hatalmas implikációi vannak ennek a mérkőzésnek. Amennyiben a Misfits nyer, minden esetet vizsgálva, a Vitality már maximum csak harmadik lehet, tehát ők lecsúsznak az esetleges bájról. Amennyiben viszont a Vitality ezt a mérkőzést meg tudja nyerni, a Misfits még mindig lehet akár második, első már nem. És hát ugye azt pontosan tudjuk, hogy mennyire nagy is a verseny az élmezőny tekintetében véve legalábbis. Hát oké, okay, most a Fnatic egy picit ugye megint csak el tudott húzni a mezőnytől, és hát csak azért mondjuk úgy, hogy fél lábbal már ugye bezsebelték az alapszakasz győzelmet, de hát azért a holnapi nap folyamán még változások lehetnek, azt azért senki ne várja, hogy mondjuk az H2K le fogja győzni a Sharkét, bár mindegy, egy győzelmük ugye már van, ki tudja, lehet, hogy majd megszerzik a másodikat, de... Ne fest az ördögöt a falra! Nem, viszont ugye a G2 Esports is hát végső soron ugye győzelemmel tudta zárni ezt a mai játéknapot, tehát ők is szorosan ott vannak. Bizony, úgyhogy megkockáztatom, annyira nem hatalmas probléma, hogy viszonylag hamar kiderült, melyik lesz az a négy csapat, akiktől a rájátszás során ugye búcsúzni fogunk, amikor ennyire izgalmas ugye az első, illetve a tabella élén álló hat csapatnak a küzdelme. A Splice volt az, aki a mai nap kezdetén ugye kicsit kihullott ebből a párharcból, ők már stabilan a hatodik helyen zárnak, viszont még mindig nem dőlt el, hogy hogy lesz a dobogó kialakítása. Ahogy te is mondtad, a Fnatic jelenleg jó pozícióban van, viszont még mindig ott van a Schalke, aki teper a nyomukba, és én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretnék egy legalább egy helyosztó mérkőzést látni a Misfits, Schalke, illetve ugye G2 trióban. Nem lenne alapvetően probléma, hogyha mondjuk ilyen 4-5 meccs lenne esetlegesen, és átkerülne ugye vasárnapra hát ezeknek a meccseknek a lebonyolítása, az már problémásabb lenne, viszont tény, ami tény. Olyan professzionális kaszterurak vannak itt, hogy így. Nem is amiatt. Csupa fül vagyok. Mi miatt? Jó, de amiatt. Na ugye. Viszont tény, ami tény, azért el lehetne dönteni egy kicsit más módon is azt, hogy melyik csapat hol helyezkedik el majd az alapszakaszt tekintetbe véve. Hát nem sokat beszéltünk a hét mérkőzéséről, de azt hiszem, hogy majd a játékosok beszélnek helyettünk eleget. Tiltási, illetve választási fázisba már bele is robbantunk. Ryze, Galio, illetve Trundle került kitiltásra a Misfits Gaming oldalán. Galio ugye kifejezetten Jizuki, ugyanígy a Ryze. Jizuki elleni tiltás, a Trundle viszont Kikisnek a hatalmas vesző paripája, és ennek köszönhetően ugye meg lett fosztva ő a kedvenc dzsungelesétől, viszont eddig akármelyik dzsungelesen láttuk Kikiszt, még hogyha esetleg ugye azzal a bizonyos Kindreddel egy picit lassacskán is indult be a játék kezdeti szakasza, a végére nagyon-nagyon szépen kinőtte magát, és Kikisszel kapcsolatban ugye azt kell mindenképpen elmondani, hogy, hát, hogy a probléma mindig. A játék végső szakaszában a Vitality-t a szezon első felében nem láttuk meccset visszafordítani, amint ők hátrányba kerültek, ott vége volt. Kikisz viszont egy olyan elemet épített erre rá, aminek köszönhetően az ő hívásainak, vagy az ő hívásait követve úgy fest, hogy a Vitality most már nem feltétlen veszett fejsze nyele, abban az esetben, hogyha a 30. percben mondjuk 3-4 ezer arannyal le vannak maradva. Igen. És van egy akalink. Van. Bizonyám, hogy van. Úgyhogy, kedves Bazsi, remélem, hogy nézed az adást, és hát azt nem mondom, hogy fogsz majd tőlük esetlegesen tanulni valamit, de azért megnézhetsz majd esetleg más jó akali játékost is. A túloldalon pedig ugye Gragas, illetve Braum. Hát Braum értelemszerűen támogató pozícióba érkezik. Na de mi van azzal a Gragasszal? A Gragaszt én két dolog miatt éreztem itt megfelelő döntésnek esetleg. Egyrészt iszonyatosan flexibilis, igen, ugye Kabosárthoz is kerülhet a felső ösvényre, de láttuk már dzsungelben is, Kikis sem óckodik ettől a választástól, és megmondom őszintén, szerintem azért is lett választva, hogy ne kerüljön a Misfits oldalára Kindred. Ugye tökéletes Gragas hordókat kihasználva Kindredet nagyon könnyen lehet büntetni, ezért a Misfitshez pedig ugye Sejuani kerül, és így nem lepne meg, hogyha Kabosard vinni el végül a Gragaszt a felső ösvényre, és megtartana egy dzsungel választást a Vitality a végére. Így ugye akár majd a Vitality a tiltási fázis második részében pontosan rá is feküdhet akár a felső
versenyes ellenválasztásokra, vagy legalábbis ellentiltásokra. És ugyebár Sejuani, illetve Varus került még kiválasztásra, vagy elhozatalra a Misfits Gaming oldalán. Egyiket sem mondanám alapvetően egy gyenge karakternek. Varus, hogyha meg tudják védeni, akkor borzasztó nagy sebzés rejlik benne, illetve hát mondjuk úgy, hogy azért most már az elmúlt egy évben, és itt most nem alapszakaszokra beszélek, hanem ténylegesen az elmúlt egy évben, de stabil szereplője szerintem lenne a játéknak. Illetve ugye, jut eszembe, Gragas szintén, annak ellenére, hogy Akalit nem feltétlen látja az ember, a Gragas hordó ugyanúgy kilökheti a füstbombájából, igen. És ennek köszönhetően ugye pillanatok alatt esetleg őt is fel lehet robbantani, illetve nem véletlen, hogy érkezik egy LeBlanc, ugyanis a területi sebzés ennek az új Akalinak a rákfenéje, hiába tűnik el ugye a füstfelhőjében, hogyha LeBlanc odaugrik kétszer, vagy esetleg már előtte talált a lánc, eléggé könnyen lekövethető, hogy Akali éppen merre pozícionálja magát, és így büntethető is. Pontosan. A tiltások pedig ugye érkezett egy Gnar és egy Tahmkench, Tahmkench kifejezetten Braum ellen, a Gnar tiltás viszont akkor nem lepne meg, hogyha mégsem Gragas érkezne a felső ösvényre, ugyanis az egy egészen ideális párosítás Gragasnak. Viszonylag könnyen túl tudja élni Gragas ezt az ösvény fázist, úgyhogy Kikis esetleg Gragasozik. Előfordulhat, bár arra nem tennék fel túlságosan nagy összeget, hogy játszott-e már egyébként az idei LCS-ben. És Attila! Hát úgy tűnik, hogy erózik egy kicsit. Draven-t választ. Jhin és Miss Fortune-t került a tiltó listára Varus mellé, igen. Illetve Varus választás mellé. És ennek köszönhetően, hát nem véletlen mutatja egyébként a kamera Hansamát, ugye ő volt az ikonikus Draven játékos. Azonnal el is hozta kétszer is a szezon első két mérkőzésén ezt magának, és most Attila próbálja egy kicsit a saját fejszéjét ledugni a torkán. Hát minimum véleményes, hiszen ugye ott volt egy Ezreal választás, vagy ott lehetett volna egy Ezreal választás, ott lehetett volna a lehetőség Ashe-nek a kipikkelésére. Jó, most mondhatnám, ott van hogy... Kai'Sa is. Igen, például egyébként Kai'Sa is egy megfelelő pick lehetett volna, és hát úgy tűnik, hogy nem csogat, vagy mégiscsak csogat, de mégiscsak csogat. Megnéztem volna egy Darius felsősvényt. Függetlenül attól, hogy mennyire működne jól mondjuk egy Gragas ellenében, de ez megint egy más dolog. Na most a hatalmas problémám jelen pillanatban a Misfits oldalán az az, hogy eszméletlen mennyiségű varázssebzésük van, és abban a pillanatban, hogy Hansamát egy kicsit meg tudja büntetni LeBlanc, nem vagyok benne biztos, hogy lesz elég sebzés a Misfits Gaming oldalán levadászni egy Draven-t, vagy adott esetben ugye pont a LeBlancot, és érkezik akkor Olaf a dzsungelbe, remélem, hogy a dzsungelbe, még megkockáztatom, hogy Olaf mehet továbbra is Cho'Gath ellen föl. Őszintén szóval nem hiszem, mármint hogyha abból indulunk ki, hogy például Kikis ugye még egy másik csapattal, de a European Masters berkein belül nem egy, hanem hát inkább úgy mondanám, hogy több alkalommal is bebizonyította, hogy igenis jól tudja megjátszani ezt az Olafot, aki ugye azóta hát nem azt mondom, hogy átalakításon, de kis korrekciókon esett át, valamilyen szintű buffot is ugye kapott, tehát mondjuk úgy, hogy még inkább egy elválasztható karakter, gyengébb nem lesz, mint akkor, nyilvánvalóan a csapattársai is jobbak, és vélhetően Olafnak a játék korai szakaszát azt majd így jobban kihasználhatja a Vitality elméletben. Másik oldalra pedig visszatérve és reagálva egy kicsit a Varusra, akkor mi lesz most Hansamának a választása? Inkább a támadási sebességes Varus, vagy inkább megpróbálkozik a, hát most mondjuk úgy, hogy de minimum is véleményes halálosságos Varusszal, mármint ugye teljesítményét figyelembe véve. Hát ugye múlt héten, amikor láthattunk Varust, akkor kétszer is láthattuk a halálosság felé elmozduló választást, és én úgy gondolom, hogy a támadási sebességes Varus egyszerűen megint csak túl sok mágikus sebzés ahhoz, hogy a Misfits jelenleg megengedhesse magának, hogy tényleg csak mágikus sebzéssel rendelkezzenek, pont amiatt ráadásul, hogy annyira tankos egyébként mind az Olaf, mind pedig a felsősvényes Gragas, hogy szerintem egyszerűen nem lenne elég sebzése. Ráadásul pont a Gragasnak kifejezetten egyszerű olyan tárgyakat vásárolni, amik nem csak hogy megfelelő mágikus ellenállással ruháznak föl, de még sebzést is biztosítanak. Úgyhogy én merem remélni, hogy a Misfitsnek lesz elég sebzése a Varuson. Ettől függetlenül akkor az adaptív sisakokat például várod? Úgy is van. És hát a másik, amire ki szerettem volna még térni, kedves EULCS követők láthatták, hogy azt hiszem 3 darab héttel ezelőtt volt az EULCS vendége Aranea, aki jelenleg a spanyol bajnokságban a Mad Lions edzője, és ő beszélt egy kicsit extenzíven, kifejezetten Kikisről, és ő azt mondta, hogy Kikis annyi időt töltött az Illuminar Gamingben, hogy nem teljesen hiszi azt, hogy amint így visszarakod az LCS
színpadra, hiába van ott rengeteg tapasztalata, egyből működni fog. Hansama viszont bajban van. Nem látta az érkező. Igen. Az érkező kabosárdot. Lehet, hogy hello. Majd villanni kellene a hasas-pasas jön, illetve egy jó kis húsvágó balta is. Jack Troll villan rá, és rápakol egy jelzőt, de hát ott van az ingyen taxi. Miki X, ki tudja őt menteni? Hát és hát egy idézői képességé az egyért. Igen, ez így még mindig bőven megéri a Vitality-nek, ahogy te is mondtad, egy darab idéző képesség az egyért, viszont annak köszönhetően, hogy lámpással kezdi meg Miki X az ösvényt, és ezen felül még így is kettő darab megtisztulás van a Vitality alsó ösvény oldalán, amiből ugye az egyik majd Jack Troll által cserélgetve lesz. Így az első, második és kifejezetten a harmadik szinten könyörtelenül fogja tudni büntetni Attila és Jack Troll ellenfelét, hiszen ők ezeket a szinteket jóval hamarabb fogják tudni meglépni. Az pedig, hogy szerintetek melyik csapat nyeri majd meg ezt a mérkőzést? Szerintem ti is megtehetitek a mi csentünkön, Misfits vagy éppenséggel Vitality-e? Az a nagy kérdés, hát hogy kinek merre húz a szíve és melyik eredmény lenne esetlegesen a jobb, az is nyilván fontos tényező lehet, és hát egy pici-pici szünetünk. Az van, de hát úgy tűnik, hogy a mai nap folyamán azért ebből bőven kijár. Azért örülök egyébként a középső ösvényen ennek a LeBlanc választásnak Akali ellen, mert amikor Akali a 8.15-tel először aktiválódott az EU LCS-en, akkor jöttek oda hozzánk a kommentátorok, hogy na, Akaliról fogunk beszélni töménytelen mennyiségben, és hát szeretnénk bemutatni, hogy mik az erősségei, mik a gyengéi, és megkértek arra, hogy mutassunk be például egy ösvényfázist is, és kifejezetten azt kérték, hogy LeBlanc ellen próbáljuk az Akalinak az ösvény fázisát bemutatni, mert az egyik legrosszabb párharc, ugye, az Akali szempontjából. LeBlanc játszik, hát könnyedséggel tud ugye téged büntetni, és amikor esetleg a füstbomba elérhető, akkor azért oda tudsz menni, kicsit szerzed a farmot, de amint ez lejár, vagy újratöltési idő van, az a probléma, hogy onnantól kezdve a LeBlanc az folyamatosan büntetni tud téged, és hát Akalinak nagyon reagálni sincsen lehetősége. Akalinak túl kell valahogy élnie, amíg meg nem lépi a hatos szintet. Onnantól van partiban esetleg valamennyire LeBlanc-kal. De hát nem egyszer láttuk már azt a fajta játékstílust a Vitality-től, hogy Jizuke-t nem is feltétlen az érdekli, hogy Ripityomra ölje Senkaxot a középső ösvényen. Nem az érdekli? LeBlanc-kal benne van a pakliban, hogy ő akár már 3-4-es szinten is egy picit feltolja az ösvényt, Akali erre annyira nem tud még könnyen reagálni, és azonnal megy az alsó ösvényre. Miközben egyébként egyrészt kaptuk az információt, illetve a képernyőn is látható, hogy hát a Misfits csapatának a lövésze Hansama az, akinek valami kis gondja volt az egérrel, egyébként, hogy hol tárolják ezeket a mindenféle eszközöket, akik holnap, vagy akik ma este folyamán elindulnak, majd megfigyelhetik ezeket, csak így. Megint egy kis szellap, mert muszáj, illetve hát azért még valamilyen szinten mindig a hatása alatt állunk ennek. Hát én biztos vagyok benne, hogy ha valaki egyszer eljut az EULCS stúdiójába, akkor teljesen egyértelmű, hogy nem az érdekli elsősorban, hogy találkozhasson a játékosokkal, de ha látod a szekrényt, amiben néha bepakolnak, az igen, egy bakancslista pont kipipálva kapásból. Szerintem érdekes volt. Illetve egy kicsit ugye még reagálva erre a Jizuke-s dologra, illetve a kikiszes dologra, hogy majd mennyire fogja felvenni a versenyt. Szerintem elég jól sikerült neki, és pont a Vitality egy olyan csapat, ahol úgymond az agresszív játék az kifizetődhet. Persze, Jizuke még a tavalyi rájátszásban, de úgy az egész Vitality sokszor ráfaragott arra, hogy Jizuke, ha kell, akkor agresszívan megy a gyilkosságért, és például még villanást is bemer érte áldozni, aztán nem gondol arra, hogy mondjuk 2 perc múlva lehet, hogy nagyon kellene az neki. Na de, ehhez Kikisznek az agresszív játéka szerintem nagyon jól párosul. Voltak róla mindenféle statisztikák, hogy ő igenis szeret az ellenfél csapatának a dzsungelében tanyázni, általában olyan karaktereket választ, amikkel fel is vállalhatja a harcokat, és hát alapvetően meg is nyeri őket. És persze egy picit szívfájdalom az, hogy oké, hogyha már ugye Gilius ugye cserére került, akkor ugye miért nem Bluezor, de hogyha a Vitality-t nézzük, mármint csapatot, akkor szerintem legalábbis egyelőre Kikisz egy jó választásnak tűnik. Mm-hmm. Kifejezetten ugye a játék késői szakaszában az ő hívásai azok, amik a fő mozgató rugói jelenleg a Vitality motornak. Egy olyan kérdésem lenne így a Jizuke pontodra kitérve, hogy egytől Exile-ig terjedő skálán mennyire jól úgy Jizuke? Mm.
Nehezebb kérdés, mint szerintem vártad volna. Mondok egy hármast. Egy hármast. Jó, akkor azért lényegesen megfontoltabb, és nem borul rá a szemére a szürke köd, amikor valaki 50% életerő alá kerül az ellenfél csapatából. Ezzel egyébként szerintem egyet is tudnék érteni. Ugye nem egyszer láttuk Jisukét már olyan hősöken is, mint például Gálió, hiszen ő sokkal inkább a szem előtt tartja a csapata előrejuttatását, és nem arról szól már nagyon-nagyon régóta a Vitality-nek a sikere, hogy Jisuke mennyire tud esetleg elszaladni a középső ösvényen ellenfelével szemben. Maxlor pedig csak egy darab krugot lop el, és azon nyomban megy is tovább. Megmondjuk azért egyébként, lássuk be, hogy aki mondjuk a török ligából szabadul, idézőjelesen, és hát mondjuk messze a liga fölött játszik, az valószínűleg abban a bajnokságban megtehette azt, hogy folyamatosan agresszív legyen, és folyamatosan csináljon mindenféle. De ez az európai LCS egy picit más. Itt hát mondjuk úgy, hogy adaptálódni kellett ehhez, de Jisuke ilyen szempontból sokat fejlődött. Na mondd, megint igazából, nem jó? Igen, hát ugye látjuk, hogy továbbra is az egerével küszködik egy kicsit Hansama, ami nekem azért fura, mert ilyen esetekben annyira egyszerű a megoldás, megfogod az egeret, kiveszed a görgőt, kicsit megfújkálod, visszarakod, és hát a görgőt. Az mi? Miről beszélsz? Hát nem tudom, nekem ott mindig világít valami alul. Hát biztos, hogy van már mindenféle világítós görgő is. Á, jó, rendben. Ezek elég egyszerű megoldások egyébként, nem is értem, hogy ehhez miért kell egy bíró segítsége. Hans Sama jó eséllyel olyan családban nőtt föl, akik ugye többet költöttek ceruzákra, mint számítógépes hardverekre, és ennek köszönhetően nem véletlen egyébként iszonyatosan jókat rajzol, vagy jól rajzol. Ugye Hans Sama az ő bemutató videójában nem is egyszer volt arról szó, hogy szabad idejének egy jelentős részét rajzolással tölti, és tud ő akár teljesen saját stílusában, de ugyanakkor átvesz két pillanat alatt bármilyen manga rajzoló stílust is bárkitől. Hát mondjuk tény, ami tény, hogy vélhetően számára a League of Legends-ben való gyakorláson túl, hát nem nagyon kell mondjuk edzőterembe járni, már az azért, biztos, hogy formában tartsa magát, tehát valószínűsíthetően marad ideje a rajzolásra az LCS alatt. Illetve hát egyébként láthattuk a csapattársai arcán Hansamának a kicsit hát bosszankodó tekinteteket. Ez a ne legyél már béna? Az egyik a ne legyél már béna, a másik pedig, hogy a francért kell neked megint magadra vonzani az összes kamerát, mert hogy Maxlor, Alfari, de még esetekben Senkax is folyamatosan hajlamos arra panaszkodni, hogy amint Hans Sama a match MVP jelöltjei közé kerül, onnantól kezdve teljesen értelmetlen az egészet kiírni Twitterre, mert így is úgy is megnyeri Hans Sama, teljesen fölösleges, hogy ott legyen bárki más. Ráadásul elég fölényesen szokta az úriember megnyerni ezeket a szavazásokat. Annak vagy attól igazából teljesen függetlenül, hogy egyébként hogy teljesít mérkőzéseken, és Maxlor ezért hajlamos székeket is dobálni. Jó, lássuk be, egyrészt Hansama egy véleményem szerint nagyon jó lövész, másrészt meg azért hasonlítsuk már össze Hansamát meg Maxlort, hogy melyik a cukibb. Hát tehát, azért, jó, rendben, cukiságban aláírom, hogy Hansama kenterbe veri a teljes mezőt. Nézzek, hogy röhögnek. Továbbra sem ért, tehát a bíró segítsége nem volt elég. Most már be kellett emelni Daniel Gehring kollégát is, aki a fő IT-s emberünk, és ő se találja és a görgőt. És ő is ugyanúgy bedugja az USB-t? Ő se találja a görgőt, úgy fest. Igazság szerint Senkax is már teljesen kész van. Visszakanyarodva egy picit a meccs jelenlegi állására, ugye pár másodperccel azelőtt, hogy eljöttünk egy újabb szünetre, láthattuk egyébként, hogy LeBlanc mennyire hatékonyan piszkálja folyamatosan Akalit. Sikerült ugye le is vinni Senkaxot körülbelül 15% életerőre. És nem tudom egyébként, hogy azt mennyire, ugye, illetve mennyire emlékszünk rá, kiemeltük, hogy Maxlor egy darab krugot lopott el, és azonnal el is tűnt ellenfele dzsungeléből. Hiába merészkedett be ugye Sejuani. Láthattuk, hogy egy elég komoly farmelőny már most van az Olafnak az oldalán, többek között lehet annak is, is köszönhetően, hogy ugye egyrészt úgy kezdte az egészet Kikis, hogy ellopta a vörös szeder hátat ellenfele dzsungeléből, meglépte a kettes szintet, rögtön elvitte az összes raptort is, és ennek köszönhetően nem csak farmelőny, de elég komoly tapasztalati előnye is van jelenleg az Olafnak, úgyhogy jó döntés volt Maxlortól, el tudta vinni a krugot, de azon nyomban pucolni is kell onnan, mert ötlete sincs most jelenleg a Misfits-eseknek, hogy merre van Kikis, és ha netán találkozna a két dzsungeles, abból minimum villanni kéne.
továbbra sincs, majd most esetlegesen lebukhat, de úgy tűnik, hogy ő szeretne érkezni ide az alsó ösvényre. Szeretne, bizony. Bizonyám, hármas szinten ő bepróbálkozik Jack Troll, meg ujjjjjjjjjjjjjjjj, ha az az átütő nyilvessző betalál, akkor bizony könnyen meg lehetett volna az első halálos áldozat, hiszen Attila ugye például nem teleporttal, de nem is gyógyítással érkezett. Azt majd lehet egyébként, hogy Jack Troll fog választani. Előbb vagy utóbb. Hát igen, ezek azok a pillanatok, amikor egy picit úgy érzed, hogy a Vitality fagyi visszanyolhat. Ezért... De nem tudom, mit akartad, Kikisz? Ezt akarom mondani, hogy jó ötlet előre menni, sok esetben, meg jó ötlet esetleg bemenni a torony alá, de nem amikor kettes szintű a teljes alsó ösvényed, és amúgy nem vagyok róla meggyőződve, hogy Draven, illetve Olaf jelenlegi kombója ezekkel a tárgyakkal rendelkezik elég sebzéssel, hogy egy lámpáson és két villanáson átüssenek torony alatt. Elég idő alatt. Szenkrex pedig a füstben, ezzel így elég időt adva Max Tornak ahhoz, hogy ő is benézzen némi nemű tapasztalati pontra a középső ösvényre. Hát másért nem hiszem, hogy benézett. Igen, hát ugye Kikisz továbbra is hatalmas előnyben van, úgy tudott most visszatérni, hogy már megvan a dzsungeles tárgya, és még mindig elérhető a dzsungelének felső oldala, hiába lett ellopva ugye az a nagy krug. Ennek köszönhetően az előny az még továbbra is nála lesz, hiába van most egy pici csalóka szint előny az Akali oldalán, a Sejuani oldalán, és hát egy pár statisztikát kapunk Alfáriról. Alfáriról azt kell tudni, hogy kifejezetten magabiztos ő a felső ösvényen, akkor is, ha nem kap rajtaütést, akkor is, ha folyamatosan őt próbálják piszkálni, nem szokott túlzottan lemaradni farmban. A legnagyobb különbsége, ami eddig volt az egész szezon során, az 26 farmos lemaradás. Viszont a csapat harcokra meg rendszerint bekapcsol, megérkezik és hozza a kötelezőt. Jezuki pedig továbbra is, ameddig a manája bírja, sanyargatja Szenkaxot. Hát lehet, hogy egy csogáttal azért majd vélhetően ezen a mérkőzésen is bőven lesz majd lehetősége beleszólni a csapatharcokba, miközben az előbb egyébként Kikisz lebukott egy láthatatlan őrszemnek köszönhetően, most viszont Maxlor hazatér, így jöhet megint az alsó ösvény, de jó ötlet ez? Egyelőre még ott van az a sok minion, tehát ezeket mindenképpen el kéne egy kicsit gyorsabban és hatékonyabban takarítani, mert különben a Sejuani akár vissza is térhet. Ugye már jön ki a kezdőről Maxlor, neki még nincs meg a dzsungeles tárgya. Meg kéne viszont indulni lassan, jönnek a minionok torony alá. Jönnek is bizonyám, Jack Troll alacsony életerőn, de így is bemennek Kikiszék, és rögtön villanás, Mickey X a célpont, és Attilánál ott van egy gyilkosság, sok mindent kellett beáldozni, és még lehet, hogy nincs vége, ott van Maxlor, villan, egy-egy a csere. Hát lereagálta a Misfits. Le, bizony. A játék kezdeti szakaszában a Dravennek ugye mindig jó gyilkosságokat adni, a probléma, vagy hát nem is annyira probléma, de ugye a... Kicsit hátulütője ennek az lehet, hogy Dravennek még nem volt elég jelzője, hogy olyan nagyon masszív előnyre tegyen szert. Ettől függetlenül azért az első gyilkosságos pénz mindig jól jön. A probléma itt az, hogy érzésem szerint, mivel Attila tankolta a tornyot, Kikisz egyszerűen megpróbálhatott volna a minionok felé a saját ösvényén kirohanni torony alól. Így viszont, hogy nem így tett, Maxlor ugye egyből tudott érkezni. Még megkockáztatom, hogy Maxlornak villannia sem kellett volna, az a gyilkosság az ő markát üti. És meglépte Senkax azt a varázslatos hatodik szintet, amiről már beszéltünk. A probléma viszont ott van, hogy Jizuki megint egy kicsit jobban átgondolta ezt az ösvényt, és nem feltétlen arra építi magát, hogy egyből fel tudja robbantani Senkaxot. Ő megelégszik azzal, ha tudja tartani a farm előnyt, és van elég mágikus ellenállása a higany lépteknek köszönhetően, hogy Akali se tudja őt egyből megölni. Hát illetve, hogyha mondjuk esetlegesen még Maxlor megérkezik, akkor vele szemben is egy valamiféle védelemmel felruházza saját magát. A romlásítókája az ugyanúgy megvan, tehát igazándiból pici kis plusz sebzése az elérhető. Ez pedig nagyon érdekes volt, de azért Kikisznek így is úgy is meglett a vörös erősítés. Na de, az a gyilkosság biztos segít Maxloron. Csak hogyha felteszem a kérdést, hogy kinek jobb ez, egy Dravennek-e vagy egy Sejuaninak, hát ez mindenki döntse el maga. Igen, mindenképpen Hansamának lett volna ideális esetben jó lepasszolni ezt a gyilkosságot. Maxlornak viszont szó azért továbbra is segít életben maradni, hiszen így megint egy pici szintelőny van nála, és Jizuki azonnal villanni is kényszerül a középső ösvényen. Sejuaninak az ultija innentől kezdve egy hatalmas fegyvertény lesz, és Jizukinek, ameddig van manája, továbbra is fogja bírni a középső ösvény, de azért meg lehet őt ölni. Higany léptek ide vagy oda, Sejuani ulti alatt Akali be fog fejezni. Már hogyha erre lesz már lehetősége, talál, hatos szintű Maxlor, ám ugye végső képesség nélkül találkozik az ötös szintű Kikisszel, az alsó ösvényen pedig talál
Jack Trollnak a Q-ja, és nagyon jó a húzás Mickey X-től, illetve a nyúzás is. Gyilkosság viszont nincs. Megtisztulása Attilának továbbra is elérhető, innentől kezdve a dzsungeleseket ide várjuk. Kikisz pedig játszik könnyedséggel, még egy szint hátrányból is ellopja. Bizony. Megint Max Lord dzsungeléből a vörös szederhátat, innentől kezdve pedig megint megvan az időzítő is, tehát tudja Kikisz és tudja a Vitality, hogy mikor kell majd ide visszatérni. Ez pedig egy hatalmas fegyvertény, hiszen rálátása egy darab sincs a Misfitsnek ellenfelük dzsungelében. Igen, és alapvetően mondtam volna, hogy tök jó, hogy Attiláik ugye feltolják az ösvényt, lehet menni a sárkányra, de nem kell nekik menni, ott van Kikisz, van sújtása, meg amúgy is ő egy nyamvat toláv, ha csak. Még örül Max is Lord, neki, ha lejöti fél HP igen. alá a sárkány. És akkor tudom mondani, hogy ha csak ugye Max Lord nem néz oda be, hát csak nem lesz probléma. Hát, Max Lordnak ugye az ultia még mindig töltési időn van, hiszen a középső ösvényen ezzel próbálkozott. Jack Troll már lecserélte a megtisztulását egy kifárasztásra. Hansama egy picit jobban lesz büntethető, hogyha megint a közelébe tud ugrani. Viszont a két támogató még mindig nem lépte meg a hatos szintet. Ez pedig érzésem szerint Jack Troll kezében lesz egy nagyobb fegyvertény. Igen. És hát Max Lore, lassan elérhető megint az ultid. Mit fogsz ezzel kezdeni? Hát nem tudom, hogy Max Lore mit fog ezzel kezdeni, de a két lövész közti majdnem 1000 arany különbség, hát a számottevő. Nem csak és a farmból. És már jön is Jizuki. Ez anyám, és jön a Gletscher szakadék, ami nagyon-nagyon jó Mickey X-re. Hiába a doboz, az a támogató, az bizony meg fog halni, és úgy tűnik, hogy mennek tovább Hansama a célpont, de Hansama elég jól szórakozik, főleg akkor, hogyha még a torony is Jizukét lövi. Az égetés bent maradt, viszont egy újabb gyilkossággal gazdagodott Attila. És itt látszik a hatalmas probléma. Jizuki gyorsabban fel tudja tolni az ösvényt, és ha ő mozdul el hamarabb, Akali nem elég mobilis ahhoz, hogy lekövesse. Ráadásul megint volt elég ideje ennek köszönhetően a Vitality-nek, hogy még 3 darab alaptámadást hagyjanak simán Attilának, ami garantáltan ő viszi el a gyilkosságot, ezzel pedig már nem csak a 20 farmból álló előny az, ami egyre jobban mozdítja az ő arany előnyét, hanem az, hogy megint sikerült bezsebelni a jelzőket egy gyilkossággal, el is készült a vérszomjas, és innentől kezdve az ő ösvény fázisa az megállíthatatlan jóformán, feltolja Jizuki az ösvényt, Senkaksnak 2 darab kunáit van lehetősége eldobnia, és utána elfogy az energiája. Most kezd el lefele mozdulni Akali, amikor már Jizuki itt van, és lánccal köti helyhez Hansamát. Hansama pedig ugye ki lett fárasztva, erről beszéltünk, hogy Jack Troll lecserélte az idézőképességét, és pont nincsen így elég sebzés, hogy be lehessen fejezni Jizukit, és ráadásul a Vitality jól is döntött, mert hogy Hansamának még elérhető volt ugye a stopper órája, Mikit kellett támadni. Nem csak azt, abba akartam volna belekötni, szerintem akkor még pont nem tudta volna elhasználni, de ugye a felső ösvényen, nem a felsőn, a középső ösvényen, ugye az is kicsit probléma lehetett, hogy Senkaksz gyakorlatilag a két cég között a pad alá esett, mert nem tudott lemenni botra segíteni, és nem tudott maradni középső ösvényen farmolni, és ugye Jizuke úgy, hogy eljött, így is farm előnye volt már akkor is, meg amikor visszajött a lére még akkor is, és hát szerencsétlen Max Lordnak meg kéne valamit szépen lassan kezdeni, mert úgy tűnik, hogy ezek az ösvények, ezek el fognak majd menni, de előtte az alsó ösvényen megint Mickey X a cél, Pontjackról pedig végül meghal, de továbbra is megy az offenzíva, és Kikisz ott van, Kikisz nem jön el, na most, ha kerül ki aztán a stopper óra, de így is Attila szerez gyilkosságot. Ez a Draven, ez bizony fájni fog. Miközben úgy tűnik, hogy Jizuke most le akart jönni, de most ott volt Max Lore. Bizony, de a lényeg, hogy Jizuke ezt túléli. És ennek köszönhetően megint ő van előnyben. Ráadásul úgy éli ezt az egészet túl, hogy Senkaksz villant és az égetését is használta. És még így sem sikerült gyilkosságot szerezni. Attila pedig nem csak hogy 2 új gyilkossággal gazdagodott, az ő ösvényfázis a vérszomjasnak köszönhetően így is elég gundorító volt, megvan neki a szóló arany az első toronyból is. Na most lehet viszont egy picit para, hogyha meghal, mert hogy rengeteg aranyat érte Miki! Miki egy picit túl sokat röhögött Hansamán, és egy kicsit kancsalabb volt a kelleténél. Ez az egész pedig ugye abból indul, hogy Kikisz hajlandó volt majdnem kerek 1 percet, ülni abban a bokorban, amiben be tudott jutni rálátás nélkül. És ezt a fajta stopper óra használatot én nem szeretem, mert egyrészt garantált volt, hogy ott Hansama meg fog halni, a közelében nem volt már másik játékos, ráadásul megint garantálja azt,
hogy egy darab alaptámadással Attiláé lesz a gyilkosság, és ennek köszönhetően majd érdekelne megint az aranyállás a két lövész között, mert hogy Attila miután bedöntötte az alsó ösvény tornyát, azonnal elindul fölfele, és hát újabb tornyokra feni a fogát. Az a baj, hogy szerintem ami aranykülönbség van a Vitality, illetve a Misfits között, az mind ott van Attilánál. Mm-hmm. Az a Draven ulti pedig már robog lefele az alsó ösvényre, eltakarítani a minionokat, sikerül hogy is. Még a közelébe sem lehessen a Misfits annak, hogy egy tornyot elhozzanak. Ugyan a fél életereje megvan, így viszont Kabosárd ugye, miután ösvény cserél, le fog már érni időben. És lehet, hogy egyébként rögtön a hírnököt majd kihasználják a felső ösvényre, vagy azt úgy szimlán majd magában hát elhozza Attila. Egy darab Misfits játékos nincsen a felső oldalán a térképnek, és abban a pillanatban, hogy Max Lorit megmutatja magát, csattanni fog a hírnök a felső ösvényen, és megkockáztatom, hogy Kabosárdnak még meg is éri itt meghalni. Igen, alapvetően ezt így be lehetett áldozni, ugye teleporttal érkezett meg Alfari. Na, hát hol a hírnök? Mondjuk azt, hogy kaptak egy plusz jelzőt, a hírnököt pedig még mindig nem használják el kikiszék. Na most. Csak most a középső ösvény, és ezzel hát 90% hogy az összes külső tornyát ledózerolják a Misfits csapatának. Senkaksz ezt alig ha lesz majd képes megállítani, mert Max Lore időközben az ellenfél dzsungelét farmolja, Attila a felső ösvényen szórakozik, és egyébként büntetlenül megteheti. Úgyhogy egy gyilkosság egy toronyért... Hát most jelen helyzetben 2,5 tornyot cserélni, hát ez nem érte meg Misfits. Attila nem tudom, hogy be fogja-e tudni ezt fejezni, az biztos, hogy sikerül levinni körülbelül 10%-ra a tornyot. A Vitality úgy döntött, hogy simán jó nekünk a szurdok hírnöke a középső ösvényre, nem kell ez nekünk a felsőre. És hát érzésem szerint ez a lehető legjobb döntés igen. volt, ugye garantáltan elhoztak még egy tornyot. A Misfitsesek nem csak, hogy rossz ütemben sikerült megpróbálni megtámadni Kabosárdot az alsó ösvény tornya alatt. 2800 aranya lemaradása most jelenleg Hansamának, így tudja a Misfits, hogy nem tud az öt ellen megfelelő csatát kezdeményezni, és ennek köszönhetően most a sárkányra sem tudnak kimozdulni. Pontosan. Külső tornyok nélkül nehéz a pálya feletti kontrollt tartani. Ez jelen helyzetben a Misfitsnek sem sikerül. Sokkal, hogy az első sárkányt elhozta ingyen gyakorlatilag kikisz meg büntetlenül, de az idézőjelesen mégiscsak egy felhő sárkány volt. Na ez a pokoli sárkány, ez most már sokkal jobban fog fájni, főleg egy 4-0-es Dravennel. Igen, most egyelőre deja vu-n van. Kabosárd az, aki egyedül marad, ugye egy szélső ösvényen a torony alatt. Most viszont egy megfelelően elhelyezett őrszemmel, hogy ugye látja Max Lort, nem is lép igazából a kelleténél jobban előre. Jizuki pedig már lent van az alsó ösvényen, és sanyargat egy 2-es szintű tornyot esetleg ezért cserébe. És egyébként Attila eltolta az ultiát, csak ajaj. Az megakadt Hansamában, miközben Max Lord kerülhet problémába, hát az a megállíthatatlan Olaf, azt nem fogott elkapni, Senkex jelen helyzetben nem igazán látszódik, és jönnek még kiekszek és Hansamék, de mindenki át fog villanni. Romlásláncot talál több Vitality játékosra, és Attila alacsony életen, és Attila meghal, követi őt Jack Troll. Kabosár, te is beáldozod magad? Hát ha nem is áldozod be, de lehet, hogy Senkex végső soron elkap, nem mert inkább kikisztelik meg. Jisuke pedig mindeközben tornyot hoz, na de ez az a csere, ami meg talán inkább a Misfitsnek éri meg akkor, hogyha ezzel tudnak menni és pusolni tovább. Hát ez 1000%, hogy a Misfitsnek fogja jobban megérni, ugye? Egy darabig gondoltam, hogy mekkora okos a Vitality, hagyja, hogy Max Lore elhigye, hogy ugye nincsen rajta rálátás, és ennek köszönhetően ott maradjon egy olyan bokorban, ahol már őt meg lehet támadni. A baj az volt, hogy mindent eldobtak a Misfits jelenleg legtankosabb játékosára a Vitality emberei, és még így sem sikerült Max Lore-t megölni. Ugye leviszik fél életerőre, de még mindig van villanás, még mindig van egy kis ulti, amivel lehet fordulni, és a Misfitsesek gyönyörűen használják ki Akalinak a kettős csúszását, lehet bénítani három embert is, és az ember előny itt viszont hatalmas, mert igen, előnyben van a Vitality, de ennek az előnynek a 80%-a Attilán csücsülés. Amint ő meghal, ott vége van a harcnak a Vitality szemszögéből. Úgyhogy még mindig jól állnak arany szempontjából, még mindig vezetnek körülbelül 1000-rel, de a Misfits tett egy hatalmas lépést a megállításukban, főleg annak köszönhetően, hogy Akali gazdagodott ugye három darab támogatással is, és szépen lassan növi ki magát. És hát úgy mondva, a core item, mint olyan a kötelező tárgy, amit meg kell vásárolni egy Akalira, az ott van, a Hextech lőpenge formájában. És ugyan vártuk volna talán a halálosságos varus, de nem az érkezik, helyette inkább Kabosárd megint csak szeretné elkapni Mikiex széket, és itt van a Vitality-nek a teljes gárdaja, most már Jisuke is, hát Mikiex. Ja, hát ez már csak elég lesz.
Ez már csak elég lesz, ugye 5 az 5 ellen megkockáztatom, hiába nyerte az előbbi csatát a Misfits. Rengeteg idézőképességükbe került ez, és Attila még mindig hatalmas, annak ellenére, hogy egyszer meghalt az előbb. Mindenképpen őt kell tudni földbe döngölni, hogyha szeretné a Misfits csatát nyerni. Maxlore ehhez jó pozícióban van. Még Jizuki megkockáztatom, hogy jó is, hogy szélső ösvénytól. Kabosárd viszont már itt kéne, hogy legyen. Jön a Gletscher szakadék, telibe veri Jacktól, de nem őt akarta fókuszálni Maxlore, ennek köszönhetően inkább gyorsan visszább is lépnek. És hát Tirkettes torony közben fél élet erőn, Jizuki is szeretne felzárkozni ide a középső ösvényre. Alfari pedig, amíg vele szórakozik, addig a Vitality, hát leginkább Attila révén, de elhozza ezt a Tirkettes toronyat, és utána lehet menni. Kabosárd még csak most jön, Raven ulti, mindenkit ér a doboz, megint csak nem hasznos egyáltalán, miközben amúgy Alfari bekebelezi a lövészét a Vitality-nek. Na most akkor ez így hogy is van? Senkák szépen lassan megérkezik. Az a kérdés, hogy van-e elég erő a Misfitsben a lekövetésre? Hát úgy tűnik, hogy nincs. Nincs. Az a baj, hogy egyedül Senkaksnak az Akalian lenne sebzés, és Braum önmagában elég ahhoz, hogy a megfelelő ugye bénítás mennyiséget azt redukálja. Ennek köszönhetően pedig nem hajlandó a Misfits kergetni. Egy tornyot elbuktak, de Attilát sikerült megint megölni, ami kulcsfontosságú lehet. Kabosár pedig nem tudta elhozni eközben a felső ösvényen azt a tornyot, amit ugye Senkaks felforgott megvédeni. Jizuki rengeteg mindent elhasznált itt azért, hogy Alfárit távol tartsa, és a doboznak köszönhetően ugyan be tud menni, befejezni Hansamat, de ezért cserébe megint meghal Attila, ami a lehető legrosszabb csere jelen pillanatban a Vitality számára, hiszen a két lövész között van a legnagyobb különbség. Hansamáért cserébe nem így kéne, hogy kinézzen ez a grafika. Azt várnánk, hogy a Draven 4x-5x annyi sebzést ki tudjon osztani. Aztán ez persze mégsem valósul meg, viszont úgy tűnik, hogy Attilát is észhez térítette ez az elmúlt két halál, azzal a lendülettel, hogy hazaérkezett, megvásárolted átok mielőtt, és erre szüksége is lehet, főleg pont ugye, ahogy te is kiemelted még a meccs megkezdés előtt, hogy nagyon sok a varázssebzés a Misfits csapatánál. Hát mire a legjobb egy lövésznek? Nyilvánvalóan a Malmorcius bendője, majd jön az is. Bizony, és Attilának még mindig elérhető a megtisztulása, előbb-utóbb a villanása is Hansamáéval együtt. Ennek köszönhetően pedig a következő harcokban ugye lényegesen több védelemmel fog ő rendelkezni, és Jacktrollt most már nem először látjuk elmozdulni Attila mellől, és megy azonnal fellökni az ultiának köszönhetően az ellenfeleket. Azt pedig kifejezetten tetszik, hogy az ő idézői képességei jelen pillanatban ez a tipikus lerohanunk a középső ösvényen, lecserélte gyorsan. Jaj, Miki X meghal! Ez pedig így, nem mondom, hogy feltétlenül baronnasor, de igazándiból él. Annyira jó, hogy elkezdünk beszélni arról, hogy Jacktrollnak milyen furák az idéző képességei, amint lecseréli azon nyomban ugye a gyorsfutását egy villanásra, és azonnal villan előre, és Miki X-et meg is lehetett találni. Ahogy te is mondtad, Baron ebből talán nem lesz. A következő sárkány, ami éled, az egy felhősárkány, megint csak nem igazán érdekli a Vitality-t, úgyhogy inkább biztosítják, hogy a megfelelő mennyiségű tapasztalatot be tudja gyűjteni Jizuki. Nagyon sok minion halt volna meg ott torony alatt. Igen. Fölöslegesen. A szint előnye az ugye ettől függetlenül így is megvan, de hát nyilván, hogyha mondjuk kétszintes előnyben lehetne Senkaksnak, az Akaliával szemben az még jobb lenne, és a sárkányra sem léphet ki jelen pillanatban a Misfits. Az a három tornyos előny, az ugye a 22. perc legelején sok. Sok bizony, ez az aranyban egyébként meg is látszik, ugye annak ellenére, hogy gyilkosságokat tud most már nem is egyet szerezni a Misfits, és partiban vannak a Vitality-vel, a torony állás az, ami leginkább a Vitality oldalára dönti jelen pillanatban a mérleget, és szépen lassan nem csak hogy Attilán, de most már a tankosabb tagokon is, ugye Olafon, illetve Kabosard Gragasán is elkészülnek a mágikus ellenállásos tárgyak. Úgyhogy szépen lassan egyre inkább igaz lesz az, hogy amint Hansama eltűnik ezekből a harcokból, túl sok mágikus ellenállás lesz a Vitality oldalán, hogy belehessen embereket fejezni. Egy ingyen sárkány a Vitality-nek, mert miért ne? Miután a szélső ösvényekre már nem kell kimenni, utána ezt is el lehet hozni, és hát Senkaks továbbra is, Senkaksra szegezzük az összes tekintetünket. Neki kéne eljutnia arra a szintre, hogy meg tudjon oldani egy az egyenleni szituációban egy LeBlancot, onnantól kezdve tudna a Misfits szélső ösvényt tolni. Csak hát ez kérdés, jó lehet. Hogy ez megvalósul-e. A halálos ítélet jó, de mondjuk nem biztos, hogy Kabosárd a legjobb ellenfél. Senkaks szépen ül és vár, és csöndben elszórakozik, miközben Jizuke úgy tűnik, hogy halál közeli élményben van része. És megvan bizonyám, ott az Akali kiszedi a LeBlancot. Persze kellett hozzá minden, és nem biztos, hogy életben marad, mert van ott még húsklappaló Bárd.
Oh-ho. Ami elég is arra, hogy befejezzék Senkaksnak az Akkaliát, Mikieksnek villannia kell, Kabosert pedig lekergetni Halfar, illetve Nexor 2-sét a világból is, de erre nincs szükség. Körülbelül 100 életerőn élhette ezt az egészet túl Hansama, és megmondom őszintén, nem is igazán kellett volna már Kabosárnak az ultia, még ha ott meg is hal Hansama, vagy így is ráadásul, hogy nem halt meg, ő a csatából teljesen ki lett vonva, tehát Jizuki már elérte, amit szeretett volna a csata elején, beugrott oldalról, és 80% életerejét eltüntette Hansamának, viszont utána beragadt. Igen. És megint ez a probléma a Vitality oldaláról, hogy rendben, az a feladat, az a terv, hogy Hansamának meg kell halnia. Jizuki megy is oldalról, meg is találja őt, tökéletes, de nem jó Hansamáért cserébe jelen pillanatban embert cserélni. És így, hogy ráadásul még túl is éli, ezért cserébe pedig meghalt Jizuki, ez a lehető legrosszabb. Utána pedig jelenleg a legmobilisabb karakterét kergetitek, hárman is a Misfits-eseknek, és hát Attila is úgy látja, hogy fogja a fene kergetni, én inkább szedem tovább a jelzőket, ugye a jó kis pengéimen, hát úgy se kergetünk le egy Akalit. Egyébként, bocsánat, nem tudom, láttad Kabosát, amikor kilökte ugye a hordóval Hansamát. Láttam bizony. A Draven ulti ott repült utána. Azért mondom, hogy Jizuki bemegy, eltakarítja 80% életerejét, és utána így megy a dózer. Mindentől függetlenül Nexlorék úgy tűnik, hogy megint csak harcolni ott szeretnének, hogy nem biztos, hogy szeretnének, de ott van Hansama is, ott van Akali is, csak hát Jizuke is bejön és becsatlakozik a harcba, márpedig ennek a LeBlancnak most már van sebzése, hogyha van Rabadon, hogyha nincsen Mikix, halott kikiszöli meg, a két tank pedig bent a buliban, de elég-e a sebzés, az a kérdés, nagyon úgy tűnik, hogy nem, Nexlor megint csak meghal, követi őt Alfari, és ebből bizony most már Baron lesz, csak az a kérdés, hogy az inhibitor előtt vagy után. Ott van Kanál! Elközben ott van Kanál, a Vitality dogó, aki hatalmas mosolyjal követi figyelemmel, ahogy a Vitality-sek bedózerolják a Misfits-et. Hát most van minek örülnie? Kettő dolgot érdemes az ilyen csatákban nézni. Az egyik, hogy Akali mire kényszerül használni az ultiát. Abban a pillanatban, hogy ő az ultiának mind a két jelzőjét menekülésre kell használja, ez a Misfits sebzésének körülbelül 30%-a jelen pillanatban, ami így instant eltűnik. Illetve még továbbra is Hansamának az életereje és pozíciója. Ha megnézzük ezt a csatát, ahogy alakul, van egy gyönyörű szép Akali megindulásunk, ami azon nyomban a visszájára sül el, mert hogy Jack Troll a világon mindent leblokkolt, Senkaks így nem fér hozzá a célpontjához, és itt van egy ulti, menekülni kell vele, megy utána Kikisz még egy ulti, és innentől kezdve nincsen sebzés, a másik, amit pedig ugye mondtunk, eközben Hansama lekerül szintén 10% életerőre, nulla sebzése van innentől kezdve a Misfitsnek. Egy olyan Draven ellen, aki egy darab alaptámadása, ha kritikus sebzést visz be, gyógyul 30% életerőt. És hogyha már egyébként életerő gyógyulás, akkor ugye ott van a Higan Shame, vagy meg hát megint csak tudjuk, hogy Eleven szabja ugye kerekedik majd ki, előbb vagy utóbb, ami megint csak ugye bizonyos mennyiségű lifesteal. Nexlor, illetve Senkaks pedig bajban. Senkaks nem is biztos, hogy látták, de hogyha látták is, teljesen mindegy. Hát finom falat, ő úgy tűnik a Vitality számára a mai napon, de nem most, majd egy kicsit később. És hát figyeljük továbbra is Senkaksot. Egy ulti, két ulti, megint menekülésre. Senkaks végső képessége körülbelül egy perces újratöltési időre került, úgy, hogy a Vitalitynek barom buffja van. Innentől kezdve a Misfits nem szereti az életet. Inhibitort védő tornyot bukik, a Misfits majd ezt követi az inhibitornak is az összeomlása, a ledőlése, a lerombolása. Nexlor pedig hát vár, de mire vár? Nincsen végső képessége, hiába keresi a pozíciót, nem fog tudni kezdeményezni. Úgyhogy most jelen helyzetben csak és kizárólag az az esélye a Misfitsnek, hogyha a Vitality elront valamit, de nagyon csúnya. Hát igen, ugye abban a pillanatban, hogy egy vagy akár kettő végső képesség is ugye újratöltési időre kerül, anélkül, hogy a Misfits csatát tudna sikeresen kezdeményezni, a közelébe sem mehetnek a Vitality-nek, és mivel a Baron erősítés még tart több mint másfél percig, ebből megkockáztatom, hogy legalább egy torony, ha nem még egy második inhibitor lesz, azok a végső képességek még egy fél percig nem elérhetőek. Ó, a romláslánca pedig nem talál el senkit, és megint csak ez egy olyan lehetőség, ami után a Vitality simán-simán bemehet, hiába torony, milyen torony, dehogy is, hát az már ledölt, ahogyan egyébként összedölt, megszólnak a Sejuania is, vagy jaj, legalábbis az a kis disznócska, amin lovagol, második inhibitorját bukja a Misfits Gaming, és jönnek a minionok, nem is jönnek, vannak. Lehet tovább menni az első Nexus védőtorony fél életerőn, Kabosárnak nem jó a kezdeményezése, Attilát fel lehet dobni, de a Nexus védőtorony így is dől, követi őt a második,
És kedves Misfits, tudsz-e bármit is kezdeni a mai napon a White Elite-vel? Úgy tűnik, hogy nem hármas gyilkosság már egyébként Attilánál, dehogy is csak kettes, az az egyik a torony volt. De teljesen mindegy, ász a White Elite pedig. Hát mondjuk azt, hogy egy könnyű győzelmet zsebel be. Nem kéne, hogy ez így legyen, de igen, kifejezetten meggyőző játékkal. Az első Akali vereség az EULCS-ben, mert hogy eddig nyert folyamatosan Akali, hogyha jól gondolom. Rászad a fejed, miért nem? Mindig ez? Igen. Hát eddig, én ha jól tudom, eddig háromszor volt Akali. Mind a három ugye előző héten, és mind a három meg is nyerte. Jó, akkor lehet, hogy keverem Észak-Amerikában, mert hogy akkor viszont ott nem volt sikeres. Én merem remélni elnézést a kedves nézőktől, hogyha horribilis butaságot mondtam. Nem, én hiszek neked. Jó, ők már nem. Lényeg a lényeg, egy Akali vereséget láthattunk, méghozzá nem is akárhogyan. Senkax Akalia nem jutott el arra a pontra ezen a mérkőzésen, hogy szélső ösvényen fenyegetően tudjon ösvényt tolni. Innentől kezdve három olyan csatát néztünk végig, ahol mozdul előre Senkax, és abban a pillanatban, hogy ő eltűnik a füstbombában, egyszer-egyszer meg tud jelenni, de Dravennek a vérszomjas pajzsát sem tudja levinni, az ultikat pedig rendszerint menekülésre kellett használni, és hát nézzük meg a sebzését Akalinak. Miét? Igen. Egyébként, bocsánat, lett volna olyan pontja a játéknak, amikor Senkax majd fogja tudni tolni az ösvényt egy LeBlanc-kal szemben? Mindenképpen. Lett volna? Tehát én azt gondolnám, hogy megfelelő esetben, ha mind a kettejüknek van mondjuk 3-3 vagy 4-4 tárgya, Akalinak van annyi lehetősége visszatöltenie az életerejét, hogy hiába próbálkozik LeBlanc menni és menni előre, soha nem tudta volna annyira levinni, hogy az már halálközeli élmény legyen, illetve Akaliban folyamatosan ott van az, hogyha talál a két ultiával, meg tud ölni bárkit egy-egy elleni szituációban, de megint arra kell visszakanyarodjak, hogy gyönyörű volt Jizukital az, hogy egyrészt higany lépteket vásárolt elsőre, tehát felismerte önmagában már azt, hogy az érkező Sejuani és Akali kombója őt soha nem fogja tudni megölni, és ugyanúgy, ahogy most éppen nem Jizukit láthatjuk az alsó ösvényen, de nem kell Akalit megölni, megyek én majd folyamatosan az alsó ösvény felé, és szedem a gyilkosságokat. És hát ez a középső ösvényen az, amit pedig még egyszer mondtunk, ott van a füstbombában Senkax, épp hogy el tudja tüntetni a vérszomjasból a pajzsot, és már mind a két ultiát arra kell használja, hogy meneküljön, innentől kezdve pedig azzal kiegészülve, hogy Hans Samae közben 10% életerőre került, vége van a harcnak. A harc elején, illetve ennek a klipnek az elején láthattuk, hogy Attila elbukja a vérszomjas pajzsát, és lekerül körülbelül 80% életerőre. Ezután hárman ütik őt folyamatosan, és marad a 80% életerő, mert hogy a három ember, aki tudja ütni, az egy Thresh, egy Cho'gath, és egy Sejuani. Amikor meg van egy vérszomjasod, nem igazán érdekel ez a fajta sebzés. Persze ehhez az előnyhöz, vagy ahhoz, hogy Draven ennyire releváns legyen, kellett a játék jókorai szakaszának kihasználása. És itt most arra gondolok, és szeretném egy kicsit megint csak megdicsérni Kikis. Nem csak azért, mert igen, csak kedvelem, hanem azért, mert nagyon-nagyon jól játszott olyan szempontból, nagyon sokszor van az, jön az Olaf, bejön az ösvényre, megöl egy vagy két embert, éppen amennyi van az ösvényen, mindegy, és aztán eltelik a játékból 20 perc, és haszontalan. Uh-huh. Nem. A játék elején még nem volt annyi jelzője annak a Dravennek, de igenis legyen a Draveni a gyilkosság, aztán jöjjünk be megint, és legyen megint a Draveni a gyilkosság. Ráadásul ugye föl sem adta, hogy? Hiszen ja. A legelső alkalommal, amikor ő ment az alsó ösvény felé, akkor nem igazán sikerült, nem jött össze ez a torony alá mozdulás, de nem adta föl. Nem. Azon nyomban, amint volt újra lehetőség, visszatért egyszer, meg volt az első gyilkosság, utána egy gyönyörű őrszemet kihasználva visszatért még egyszer, és egy percig ott állt a bokorban, a folyóban, csak hogy lehetőség legyen egy újabb gyilkossághoz juttatni Attilát, és ahogy te is mondtad, töretlenül nyomott folyamatosan. Maxtorhoz képest, aki meg az elején lemaradt, és egy-egy támogatással, vagy esetlegesen dzsungelbe mozdulással tudta tartani még szintben a lépést, de hogy a csapatharcokban, amint leblokkolt a Jackroll az ultiját, Maxtor eltűnt. És hát úgy tűnik, hogy eltűntek a mai napra a hátralévő mérkőzéseink is. De senki ne csüggedjen, hiszen holnap érkezünk majd vissza ismételten Európával. Ha jól tudom, akkor 5 órától, hogyha nem, akkor meg majd lehet, hogy nagyon-nagyon elkések. Aztán utána este 11-től Észak-Amerika. Addig viszont pihenjetek egy jót, mi is azt fogjuk tenni. Nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok!